Jelentős mezőgazdasági károk vannak tehát a térségben, ezért az agrárium szereplői, az önkormányzat és az agrárkamara a mai nap folyamán Csengerben összeült és tanácskoztak a tekintetben, hogyan tudnak segíteni a térségben a kárt szenvedett gazdákon, gyümölcsös gazdákon. Ha minden igaz, akkor a vonal túlsó végén van Csengerváros polgármestere Forján Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és üdvözlöm a tévénézőket. Polgármester úr, az agrárium szereplőit rengeteg kár érte tavasszal, illetve ugye egy fagykár is április végén, május elején. Most jött ez a jégeső, most már nagyon elkeseredettek a gazdálkodók a térségben, ezt hallhattuk. Hogyan lehet segíteni a kárszenvedetteken? Tegnap ugye kétszer is kaptunk jégesőt, egyet korán reggel, másikat délután fél tizenegy magasságában, és ezért mi tájékoztattuk tegnap már Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, hogy szeretnénk a gazdákat összehívni Csengerbe, a térség gazdálkodóit, hogy egy közös kérelmet fogalmazzunk meg, amelyet majd el fogunk küldeni a szaktárcának, szakminisztériumnak és miniszterelnök úrnak is. Ezért a rendkívüli káresemény hatására ma délelőtt 11 órakor ültünk össze a gazdákkal. Országgyűlési képviselők voltak itt, a MAGOSZ országos elnöke Jakab István úr volt itt, aztán az Agrárkamara elnöke részt vett a tanácskozáson, és itt volt az Alma Terméktanács vezetősége is. Falugazdászok itt voltak, és természetesen a 11 településről a gazdálkodók jöttek be. Amit kiemelten kértünk ebbe a kérelembe, és megfogalmaztunk, az volt, hogy mivel rendkívüli káresemény történt, ezért külön kérnénk a kormányzatot, hogy egy külön katasztrófa alapot hozzanak létre, amely katasztrófa alapból támogatást, egyéb támogatást lehet juttatni a gazdálkodóknak a számára, hiszen nem a mostani alapból szeretnénk támogatni a gazdákat, hanem azt szeretnénk, és azt kérné ez a kis fórum, hogy egy külön katasztrófa alapból lehessen támogatni őket. A kárhenyítési alap, ami már működik, a kárhenyítési alapból pedig azt kérnénk, hogy az ügyintézést gyorsítsák fel, és minél hamarabb kapjanak a gazdák pénzt, tehát ne húzódjon át jövő évre, hiszen nagyon sok gazdálkodó hitelre vett a permetszert, hitelre vett a vetőmagokat, és nekik ezeket a hiteleket fizetni kell már most nyáron, és sajnos nem lesz miből, hiszen itt a gyümölcsben, a zöldségekben 100%-os kár esemény történt, és nagyon sok helyen a szántóföldi növénykultúrában is. Aztán javaslatot tettünk még kamatmentes kölcsön biztosítására, amelyet eme alapból történő támogatások mellé még jó lenne, hogyha a gazdáknak biztosítanának. És a jövőbe tekintve pedig szorgalmazzuk az Agrárkamara által megkezdett talajgenerátoros jégeső elhárító rendszernek az építését itt a megyében is, és úgy szeretnénk ezt megépíteni, hogy mivel Csenger és térsége egész ugye a határ szélén vagyunk, ezért Romániába is tudjunk tenni egy pár ilyen generátort, mert ha onnan érkezik egy ilyen időjárás, akkor ugye kell kb. 20 kilométer, mire ezek a generátorok el tudják hárítani a jégkárt, és ezért szeretnénk, hogyha ez a térség teljesen le lenne védve, nem csak nyugati irányból, hanem keleti irányból is. Ezen ismervek alapján a mai fórum ezt elfogadta, és mikor most ugye ez kidolgozásra kerül holnapi nap, mindannyian, akik ott voltunk a bizottságban, aki szakbizottság ezt előállította, aláírjuk természetesen ezt a levelet, és el fogjuk küldeni a szakminisztériumnak, és el fogjuk küldeni miniszterelnök úrnak, és ebben kértük Kovács Sándor képviselő úr segítségét is, hogy mi hamarabb tájékoztassa a politikumot ebben, hogy segítse az itt élő gazdáknak a sorsát. Polgármester úr, hogyha jól értelmezzük, tehát akkor az idei tavaszi fagykár kifizetését szeretnék, hogyha előrébb hoznák, illetve szeretnék azt is, hogyha ez a bizonyos jégvédelmi rendszer minél előbb kiépülne ebben a térségben, illetve a határon túli térségben is, nem beszélve arról, hogy most ott is keletkezett ugye kár. Hogyha megnézzük azt, hogy a Csengerben és a térségében a mezőgazdasági vállalkozók azt mondják, illetve azt mondták tegnap nekünk, hogy egy-két évre, de talán még többre is a gyümölcsös kertek tönkrementek, akkor hogyan lehet segíteni ezen a problémán, ami úgy látszik, hogy most már hosszú távú hatása is lesz, vagy lehet? Így van, tehát a jégnek a nagysága az, ami befolyásolta azt, hogy rügyeket, ágakat tört le
fákról, valamint ugye a szántóföldi kultúráról is, de főleg ezek a gyümölcs telepítéseknél az, ami nagyon nagy kárt okozott, és ezért kértük azt, hogy emellé az úgynevezett katasztrófa védelmi alap mellé, vagy katasztrófa alapból juttasson a gazdáknak külön olyan támogatást, amivel ők ki tudják fizetni az itten mostani felvett permetszerre költségeket, a vetőmagra kifizetett összegeket, vagy felvett hiteleket. És mivel ugye ezek a fák valamikor a második-harmad évet sem tudják most kiheverni, ezért gondolta azt ez a fórum, hogy egy nagyon kedvezményes hitelt tudjunk biztosítani amellé, hogy a jövő évben tudják még a támogatást megkapni, hiszen a jövő évben ezek az almafák, ezek a gyümölcsösök még nem fognak 100%-osan teremni, mivel a termőrügyeket is letörte a jégeső, és ezért legalább egy olyan hitelt, hosszú távú vagy középtávú hitelt biztosítani a gazdálkodóknak, hogy vészeljék át a jövő évet is, hiszen ott még termés kiesés várható nekik. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Erről a témáról még fogunk beszélni a következő időszakban is. Viszontlátásra. Én köszönöm a lehetőséget.